Van benne mazsola, a banán, igen, de van benne aszalgyümölcs is. Csak neked. Tudom, hogy imádod. Gyümölcsöt kapnak a Nyíregyházi Állatpark új lakói. Két majom érkezett a sóstói kertbe, egy frissen összeboronált szerecsenmaki pár, akikről láthatatlanban úgy gondolták, jól kijönnek majd egymással. A 4 éves hím Lengyelországból, a 13 éves nőstény pedig Luxemburgból érkezett, az Európai Fajmegőrzési Program keretében Nyíregyházára. Így nem lehetett tudni, hogy az egy párnak szánt két majom hogyan fogadja majd egymást. A találkozás jól sikerült, a makik első látásra megkedvelték egymást, állandóan együtt vannak, és nagy egyetértésben töltik mindennapjaikat. A szerecsenmakik Észak-Madagaszkáron őshonos állatok. Érdekességük, hogy a hím és a nőstény annyira különbözik egymástól, hogy sokáig külön fajnak hitték őket. A makik általában a fákon fogyasztják el magokból, levelekből és gyümölcsökből álló táplálékukat, és evés közben nagyon odafigyelnek a bundájukra. Nagyon kényesek a bundájukra, hiszen látszik, hogy szép dústörzetről van szó. Éppen ezért, amikor lédús gyümölcsöket esznek, akkor általában felszokták a fejüket, felfelé tartják, hogy nehogy a ragacsos lé oda ömüljön a fiatal őrzött bundára. Ha pedig véletlenül megtörténne a legnagyobb baj, hogy összepiszkolódik a bunda, akkor fogfésűjük segítségéből, ami 2 szemfogból és 4 alsó metszőfogból áll, illetve karmai segítséggel kipiszkálják egymásból az apró darabokat. A szerecsenmaki a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a sebezhető kategóriában szerepel. Élőhelyük zsugorodása és az orvadászat miatt ugyanis egyet számuk folyamatosan csökken.